pillanatban, és köszönjük szépen Berec Péternek ezt a szép kínó zenét. Most pedig szeretném azonnal meg is kérni dr. Csorba László főigazgató urat, hogy mondja el egy jó beszélt. Főigazgató úr, kedves barátaim, nagyszerű alkalommal találkozunk itt, hogy mondhatok a gyönyörű zenét, hogy a zenekurnál majd tennem azt a két percet idézni föl, hogy valamiképpen a hagyománynak, a történelemnek és a működésében a hullám, de nagyon rossz metafora és nagyon jól érzékeltetni számunkra azt, hogy a múlt soha fölhalmozódó ezerféle csoda érték tartalom, az néha hogyan találkozunk ezt egymással, két folyó, de összetalálkozik a havjai keveredik hullámok, egymást erősítik, egymást ölelik, hát úgy találkozunk időként a hagyománynak nagy folyói és gondolkodó értékeket, amelyek számunkra fontosak, mert az életünket boldogabbá teszik. Az a két hagyomány, amit összetalálkozik, hogy erre a hajai története, a 19. reformkor mesél, gyönyörű korszakának a hagyománya egyfelől, másfelől a tévében, a Széchenyiekkel, a maga küldetésében, másfelől, ez azonban két olyan hagyomány találkozik, itt újra nyugodtan mondhatom ezt, amelyek már az elmúlt két évszázadban is jó pásztor és rendkívül gyümölcsözőben és rendkívül sok értéket teremtve találkoztak már egymással. Csak ebben teremtem ide egy körbetekért, ugye láttuk, hogy fejem felett ugye József Mándor, aki a Széchenyi Ferenc zseniális alapítását fölkarolva támogatta azt, hogy abban a bizonyos intézményben, amely a főúri magánnyertemény adományozása révén fogottan kinyílni, és nemzeti intézményé válik, abban jelenjenek meg a hazai kultúra, a hazai a természet és az emberi iparkodás terméke. Tehát kezdetben fog a múzeum filozófiájában benne volt a magyar ipar legkvalitásosabb, legnagyszerűbb termékeinek építése. Az első ipari kiállítást itt a múzeumban egyébként az iparikat egyik nagyszerű támogatója, Kossuth Lajos szervezte, ő egy kiváló támogatója volt ennek, hogyha valaki a Ródi Sándor utca felüli portálból felül közelítének a múzeumot, az előbb látja a követletére, és a legelső fő lerakás az akkor történt az 1846-as iparban kiállítás idején, és már akkor az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy a birodalomban új szeretet kapó, és a birodalomban új távolatok elő magyar ipar legszebb termékeit megjelentek. És ott az a férfi ott szemben, hogy a Széchenyi István gyönyörűportréját látjuk, nos ő, beállt jobb oldalon, nos ő valóban magyar ipar fejlesztésének egy fáradhatatlan nagyszerű úttörője volt, aki a nyugat-európában, Angliában látott civilizáció, hazai adaptációja terén, hogy azt hallott, hogy ezt a mi módon, a mi tehetségünkkel, a mi tudásunkkal kell ezt megtenni, és hát alig a kérdéses az, alig a kétséges az, hogy az elmúlt több mint második szabadban a helyen és helyen jár ennek hagyománynak, hogy a legkiválóbb és a legnagyszerűbb megvalósítója. Ezért örülök nagyon, hogy erre újabb készfogást a sor kerül, persze a mi műgyűjteményeinkben, de már a nagyszerű eredmény kerámiát, és a korábbi időszakokban is sokszor előfordult, hogy a múzeum kiállításaiban nem tudjuk megjelenéseikhez újra előjönzi. Most például egyik legnagyszerűbb kiállítása, ugye nagyon sok azon a nagyszerű szövegek, ugye a nyelv néha elfárad, hogy ezek az emberek halmoznak a jelzőket, de valóban azt kell mondanom, hogy egy múzeum történeti pillanatnak vagyunk, tanul jelenleg leszünk percek múlva, ugyanis Dél-Koreában, amelyet a világ egyik kiemelkedő gazdasági óriása, de olyan módon kíván nyitni az Európai Unió irányába, hogy elsősorban az Unió keleti országra helyezi a csodát, és ezek közül is Magyarország az egyik fő partner. Ez az oka annak, hogy először a Dél-Korea is azon a koreai történelemben, hogy egy kelet-európai és közép-európai ország fog kiállni, Szeulban és a Magyar Nemzeti Múzeum gyönyörű kiállítása fog megjelenni a Nemzeti Palota Múzeumban, tehát a koreai király egy székhelyén, de a nemzetközi televíziós
és hálózatoknak hála, ugye itt a napszága vagyok, DVD-t és többet tudtok beállítani, hogy a bizonyosokatok révét, mondjuk másik nagyon kelet-nagyi országból, tehát ezért is aztán sokan jelenlevő, szemükkel látják, érzékelik azt a környezetet, azt a gyönyörű világot, amiben a magyar arisztokrácia fényűző életmódja meg fog jelenni, mint a 17. és a 19. század közötti időszakban. Ennek az a része a lépkedési kultúra, és bizony bármilyen gyönyörű gyűjtemény jön, de hiányoztatok a belőle. És ekkor jött az ötletünk, hogy újra kinyújtjuk a kezünket Ferenc elé, hogy újra megfogjuk egymás kezét, és kérjünk segítséget a gyártól, és azzal valóban együttöző kommunikációs politika teremtve. Tehát ahogyan a világban megjelenik, annak a minősége, annak a színvonala, annak a, majdnem a gusztusa, ahogy benne van, hát ez számunkra ugye azt a biztosítókat adta, hogy a segítséget meg tudjuk kapni, és azokban a gyárt segítsége révén a koreai kiállításban elleni készlet. Az olyan, hogy úgy fog ragyogni, ahogy nem egy dinasztia kedvelt magyar arisztokratáinak, abszolút dinasztia kedvelt magyar arisztokratáinak, vagy akár a nemzeti örökség, ugye a legnagyszerűbb képviselőinek az asztalán hagyagott. Köszönöm az egyetemnek, és amikor ugye erről a kapcsolatról beszéltünk, akkor meghozott az, hogy hát itt még sok egyéb terület és az együttműködésnek ugye 211 éves intézmény, ugye ismeri fel azt, értékes, de a gyár is fontos megérteni, hogy mit jelent